A hónap közepétől kizárhatóak az utazásból azok az utasok, akik nem hordanak az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat, írja közös közleményében a Máv és a Volán. A vonatokon a kalauzok leszállíthatják a maszk nélkül utazókat, az autóbuszokra a sofőrök pedig fel sem engedik azokat az utasokat, akik nem takarják el az arcukat. Aki nem tesz eleget a kötelezettségnek, vele szemben rendőri intézkedést is kérhetnek. A hatóság ilyen esetben szabálysértési eljárást kezdeményezhet, és 10 től 50 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki. A rendőrség emellett az autóbuszállomásokon és az autóbuszokon szúrópróbaszerűen szerűen ellenőrzi a maszkviselési kötelezettség betartását, szabályszegés esetén bírságot róki. A koronavírus járvány miatt május 4-e óta a közösségi közlekedési eszközökön mindenkinek kötelező az arc eltakarása maszkal, sállal vagy kendővel. A tájékoztatás szerint a Mavstart nem csak az utasokat, hanem a fedélzeten dolgozó személyzetet is ellenőrzi, és munkajogi következményekkel kell számolnia annak a munkavállalónak, aki nem tartja be az utasításokat. Ugyanakkor a volánbusz munkatársai sem térhetnek el az előírásoktól.